Kedves nézők, hamarosan jelentkezik a napközi, azaz egy műsor és valami más délutáni kiadás, amelyben többek között szó lesz majd arról, hogyan jelentkezik ebben az esztendőben az életszínvonal változása az ez évre várható gazdasági nehézségek függvényében. A beszélgetés után ismét gazdasági téma lesz a televízióban, Pénzvilág, 17 óra 50 perckor. 18 órától a fiataloknak szóló programokat sugározzuk a Mostban, a Sokoldalú Fiatalok műsorában, és a Holmiban, az ifjúsági szolgáltató magazinban a fiatalok a főszereplők. Az est további részében a legkisebbeknek sugárzunk majd műsort, esti mese, jó éjszakát kíván a Disney, majd 19 órától a Miami Vice amerikai krimi sorozat 10. epizódját vetítjük, a Nagy McCarthy, ez a ma esti epizód címe. 20 órakor jelentkezik a híradó, 20 óra 30 perckor a reklám. Egy megrázó, sodró lendületű kanadai dokumentum és tévéfilm egyben az Isten áldása a gyermeken, amelyet 20 óra 40 perctől láthatunk. 22 óra 25 perckor aktuális. Kedves. A 25 perckor az aktuális című műsorban két vendéget láthatunk, Gombár Csabát, a Magyar Rádió és Hankis Elemért, a Magyar Televízió elnökét. Ők mindketten ma délután lemondtak, ezzel kapcsolatosan hallhatnak majd egy beszélgetést a két lemondó elnökkel. Az aktuális után, amely még egyszer elmondom, 22 óra 25 perckor kezdődik, 22 óra 50 perckor a közjáték következik. A közjátékban Kálnoki László gondolatait adjuk közre. 22 óra 55 perckor egy dokumentumfilm összeállítás következik. Kis kamarás történelem, ez a címe ennek az összeállításnak, amely egy válogatás a Fekete Doboz Alapítvány 1992. évi filmjeiből. Egyébként az összeállítás két részből áll, ma az első részt láthatják. 23 óra 55 perckor a híradó jelentkezik, és éjfélkor a BBC híradójának feliratozott változatát láthatják. Ez a mai program, de szeretnénk önöknek egy kis filmes beszámolót is nyújtani mai két programunkról, a kora esti krimiről és az esti főműsorról, a kanadai tévédrámáról. Nézzük meg ezt a kis ajánlatot. Lakást keresünk. Aha. De olyan sokat kérnek. És mi van a férjével, azóta se jelentkezett? Hilárinak írt egy képeslapot Houstonból. A csillagvizsgáló képe van rajta. Ennek majdnem egy éve. Ő már nem jön vissza hozzánk. Tessék mondani, amíg lakást találunk, nem lehetne esetleg, hogy Hilárival pár napra itt maradjunk? Elaludtam. Kimostam a ruháidat. Bent vannak a szobámban. Oké. Nem kaptam lakást. Sokfelé jártam, de nem sikerült. Miért nem? Mindenkinek van lakása. Az ön őszinte barátsága meggyőzött arról, hogy kár tovább titkolóznom. Remélem megérti majd, milyen régi bűnök terhelik a lelke. Először is tudnia kell, hogy én itt születtem Campechében. És a Montezeoka családnál voltam sokáig szolgáló. Na most mit szóltok Brigitte-hez?
Elment Párizsba, és mintha elfújták volna a lustaságát. Azon mód nyitott ott egy ruhaszalont. Oh. Azt írja, ki sem látszik a munkából, olyan óriási a forgalom. Igen, Brigitte mindig is tudta, mit akar. Bizony igaz.